Tovább szitol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Nos, hát köszöntjük a hallgatókat ismét. Nagy szeretettel, még van egy kis időnk a műsorból egy 3-4 óra, de azt hasznosan fogjuk eltölteni Gede Balázsra. Kántor Endrével és Gede Balázs. És a hallgatókat 0630 2010 909, ide várunk hozzászólásokat, észrevételeket, kérdéseket. Van egy útinfó, azt mondja, hogy sziasztok, Gyömrő út Dragon Centernél befelé személyautó motoros kis teher karambol. Mentés folyik, írja Mr. Stark. És ebben a pillanatban jött még egy. Ja, korábban még a szellemi tulajdonhoz jött egy olyan, hogy sziasztok, mi egy éttermet üzemeltetünk, nézőpontom szerint évi több 10 millió forintot költünk el kutatásfejlesztésre, az ételek javítására, újra gondolására. Szerintetek ezt be lehet vinni ezek között a keretek közé? Hát, lehet, nem tudom. Ezt meg kell pont tudni. A hivatalnál érdemes, mert hát, én ezzel nem figyelj, futnék neki mondjuk a NAV-nak. Az biztos, a NAV-nak nem, a hivatallal érdemes egyeztetni, igen. De például volt egy tök jó példa erre az elmúlt 10 évből, amikor egy nemzetközi étteremhálózat egyik magyar láncában kitaláltak egy olyan ételt. Az lehet, hogy a séf mondjuk nem a megrendelésre étlapra fősz, hanem hátul ott molyol, megcsinálja. Kitalál valamit, és az sajnos kuka, mert mit tudom én, tehát ez nem eladásra megy, hanem az kísérletezésre. Ha nem kuka, az esetben, amit én mondok, és az kikerült a nemzetközi étlapokra is, akkor az egy saját fejlesztés, saját oltalom akár. Tehát ez nagyon fontos körülbejárni. A folyamat, hogy lesz ebből több 10 millió forint. Tehát csak úgy, hogy kárba mennek ezek a dolgok egész addig, amíg meg nem születik a tudat. Érdemes megkeresni az STN-t. Én is azt hiszem, hogy nem itt találjuk ki. Szakvéleményt fognak mondani. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld. A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon. Pénteken lesz az Európai Ökogazdálkodás napja. És hogy ez miért fontos, és hogy miért ünnepel a biomozgalom, és miért hasznos az ökogazdálkodás, ezt fogjuk megbeszélni dr. Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjével, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Na, Európai Ökogazdálkodás napja. Mit ünnepel a szakma, hogyha lehet ezt szakmának vagy szektornak nevezni? Igen, ez egy szektor tulajdonképpen. Kezdjük azzal talán, hogy az ökogazdálkodás mit is jelent. Ugye ez egy olyan termelési módrendszer, ahol nem használunk szintetikus kémiai növényvédőszereket, műtrágyákat, hanem szerves tápanyag utánpótlás, természetes növényvédelmet használunk, alkalmazunk, és ezáltal egy nagyon fenntartható élelmiszertermelési rendszer. Sajnos még itthon kevésbé közismert, és pont ezért is nagyon jó, hogy létrejött ez a kezdeményezés, az Európai Ökogazdálkodás napja, mert ez egy jó lehetőség elmondani, hogy miről is szól ez, és hogy létezik egy ilyen, egyébként ellenőrzött és tanúsított művelési rendszer. Milyen határai vannak ennek? Mert nekem az nem logikus, hogyha ez létezik és működik, hogy ne lehessen lecserélni az egész élelmiszer termelési mechanizmust erre. Tehát ez ilyen nagyban is tudna működni, mert agrárszakértők néha azt mondják, hogy ott nem. Igen, természetesen ez üzemi szinten is működik, sőt, hát elsősorban arra találták ki, hogy a profi árutermelők
alkalmazzák, ezért is van ez mindenféle jogszabályba is lefektetve, és az említett ellenőrzés és tanúsítás is rájuk vonatkozik. Persze lehet ezt otthon házi kertbe, akár balkonon is művelni, mert hát magunknak miért ne, de alapvetően ez egy komoly élelmiszer ellátási mód. Hát, hogy miért nem lehet lecserélni, ennek sok oka van, mondjuk gazdaságilag elég sok érdek fűződik, ugye. Aha, igen, azt ismerjük. Inputanyagokhoz is. Meg a másik oldala viszont az, hogy ez egy nagyon tudásigényes módszer, pont azért, mert nem állnak rendelkezésre azok a úgymond gombnyomásra elérhető vegyszerek, amik utólagos beavatkozást is engednek sokszor. Itt azért előre kell gondolkodni, és a prevenció, a megelőzés, meg a rendszer szemlélet az egy komoly felkészültséget igényel. Picit beszéljünk arról, hogy mit jelent az, hogy vegyszer, vagy hogy vegyszermentes. Mert ugye önmagában az, hogy amikor kimondjuk ezt, hogy vegyszer, akkor gondolunk bizonyos dolgokra, de hát gondolom azért az ökogazdálkodásban is vannak vegyszer, csak azok nem olyan vegyszerek. Vagy tisztázzuk a kifejezést. Sőt, hát már az elsőben is van, ugye, ami belemosódik a földbe. Tehát igazán vegyszermentes, én nem is tudom, lehet-e tenni egyáltalán. Igen, ez pontosan így van, hogy sajnos a környezetünket már annyira elszennyeztük, hogy az úgynevezett háttérterhelés alól nem tudja senki magát kivonni. Ugyanakkor nagyon nagy különbség van a között, hogy háttérterhelés jelentkezik, vagy pedig direktben ugye szórjuk a földet, a növényeket gyomirtószerekkel, rovarirtószerekkel, és gombaölőszerekkel. Ezek közül is van olyan, ami természetes hatóanyagú, az ökoban használható, de hát a legtöbb az szintetikus, kémiai, vegyipari előállítású növényvédőszer. Ugye köznapi nyelven ezeket szoktuk vegyszerekként. Igen. Mert ugye, hogy a rézgálic is vegyszer, de hát teljesen másról van szó. Igen, így van. Tehát a rész például, mint természetesen előforduló bányászati alapanyag, ökológiai gazdálkodásban is használható, de persze törekszünk rá, hogy minél kevesebbet kelljen, hiszen tudja mindenki, hogy a rész is egy nehéz fém, tehát nem jó belőle túl sok. Ha azt nézzük meg, hogy ökogazdálkodásba bevont területek, biogazdálkodásba bevont területek mennyisége mekkora. Az Európai Unióban van egy ilyen cél, hogy 2030-ra a bioterületek aránya elérje a mezőgazdasági területek negyedét. Magyarországon mi a cél? Magyarországon 2027-ig van egy konkrét célkitűzés a 10% elérése. Most vagyunk jelen pillanatban olyan 6%-on, ez abszolút értékben olyan 300 ezer hektárnyi ökoterületet jelent, ennyi van most Magyarországon, és ugye ennek a 10%-ra emelése a cél 27-ig, illetve van még egy kicsit távlatibb a másik ilyen szakpolitikai stratégiában, egy biodiverzitás stratégiában, ott a 15% elérése szerepel 2030-ig már, tehát ezzel járulunk hozzá, remélhetőleg ugye ehhez az átlag uniós célhoz, hogy a negyede az ökoterületeknek. Tehát egy átlag uniós cél van, amiben tehát az egész uniónak az átlagában kell kijönni ennek a negyednek, és mi ezzel járulunk hozzá. Igen. Oké. Az előbb Balázs azt feszegette, hogy milyen üzemméretben működik ez az egész, és hogy milyen okai vannak annak, hogy esetleg nem állnak át. Te azt mondtad, hogy gombnyomásra nem, tehát egy tudás intenzív ágazat vagy gazdálkodási módszer ez, és hogy gombnyomásra nem működik, tehát valószínűleg könnyebb gyorsan beszerezni valami ipari gyomírtószert, mint ugye elkezdeni átállni erre a folyamatra. Felteszem, hogy az anyagi ráfordítás is más. Igen, így van. Egyébként ebből a szempontból ugye az agrárium egy különleges ágazat, mert hogy támogatások érhetők el, és pont emiatt az ökológiai gazdálkodásnak egészen kiemelt támogatása van a közös agrárpolitikán belül. Most, hogy pár számot mondjak, tehát az átállás, ez az úgynevezett átállás időszak, amikor még nem bio valaki, de már elkezdte, és ugye felmerülnek ezek a költségek, illetve terméshozam csökkenés, még nem tudja ugye a bio termékként értékesíteni a termését. Ezt az időszakot magasabb támogatással dotálják, tehát alma
féléknél például jelenleg ez hektáronként 1840 euró per év összegű, tehát viszonylag magas. A legalacsonyabb a gyepeknél ez olyan 204 egész pontosan euró per hektár per év, és hát egy átlag szántó az pedig 458 eurót kaphat hektáronként évente, hogyha átállást kezd el. Ez persze valamelyest aztán, ha lejár ez a két év átállás a szántón, vagy három a gyümölcsösöknél, vagy állókultúráknál, akkor csökkenni fog, de még úgy is jelentősen magasabb, mint egy alaptámogatás. Tehát ezzel próbálja meg a támogatási rendszer kompenzálni a többletköltségét ennek az átállásnak. Sok olyan gazdálkodó van, akit ismerek, aki nagyon szkeptikus ezzel az egésszel kapcsolatban, és megfogom, van, akinek egészen konkrétan ez az úgynevezett, na, jönnek a sötét zöldek az elképzeléseikkel hozzáállása van. Erre mit tudnál mondani? Igen, hát ezt ismerjük, ez nagyon tipikus, és itthon még 10 éve, amikor kezdtük, akkor alap volt, hogy éjjel permetez a kibiós, meg csak a kukacos alma, és akkor jönnek a szerematikák. De szerencsére ez azért nagyon sokat változik, hiszen az óriási fejlődés 2015 óta megduplázódott itthon a bioterület mérete, és ez azt is hozza magával, hogy azért sok a jó példa is, hogy ezt hogy lehet jól csinálni, és egyre többen látják azért, hogy ez működik, tehát ha valaki jól csinálja, akkor ez ténylegesen nem csak a támogatási összegek okán, hanem valódi élelmiszertermelés szintjén is jól működik, és hát talán utolérjük a nyugat-európai szemléletet is ebből a tekintetből lassan, ahol ennek egy nagy elismertsége van, és tulajdonképpen a prémium termékek azok általában bio termékek minőségi szempontból. Azt látom, hogy meg kihallani a szavaidból, hogy mennyire elhivatott vagy ebben az ügyben, és hogy milyen, tehát elég pozitívan értékeled ezeket a folyamatokat, de tényleg lehetünk ennyire optimisták, hogy működhet ez a dolog? Bejöhet az, hogy ha már sikerült, ugye pont most olvastam, hogy a 70-es évek óta azt hiszem a vadállat populáció azt hiszem 45% vagy 50%-kal csökkent, valami elképesztő. Ha csak a madarakat nézzük, akkor azt hiszem 2 milliárd madár volt Európában, abból 1,5 milliárd van már csak, tehát 0,5 milliárddal kevesebb madár, és akkor még a rovarokról nem is beszéltünk. De nem annyira jók sajnos ezek a számok, tehát hogy tudunk optimisták lenni a jövőre vonatkozóan? Igen, hát pont ezek mutatják legjobban meg szerintem, hogy változtatni kell a mainstream mezőgazdaságon. Nagyon érdekes hazai konkrét adatok vannak az elmúlt támogatási ciklus 7 évéből, hogy például a madár populációk a szántóföldeken hogyan alakultak, és nagyon egyértelműen látszik, hogy míg a konvencionálisan művelt, ipari művelés alatti területeken körülbelül 10%-ot esett vissza a madár populációk jelenléte, addig az öko és a Natura 2000 területeken, tehát ami valamiféle erősebb természetvédelmi és környezetvédelmi feltételrendszernek megfelelő művelést kap, ott legalábbis stagnál, tehát nem csökkent, az se nyilván hozza vissza a korábbi veszteségeket, de azért sokkal jobb, mintha tovább csökkenne radikálisan, és ez is mutatja több más tudományosan is alátámasztott eredménnyel, itt például aktuálisan mondjuk a vízmegtartó képessége a talajnak ugye sokkal jobb, hogyha szerves tápanyag utánpótlást kap, tehát sok olyan eredmény van, ami alátámasztja ezt, hogy érdemes ebbe az irányba menni, egyébként nem csak környezeti, gazdasági szempontból is. Dóra, még annyit mondják, kérlek szépen, hogy az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet mivel foglalkozik, bár ugye a nevéből sok minden kiderült, de azért lehet, hogy meg tudsz lepni minket. Igen, hát pontosan a fenntartható mezőgazdasági módszerek fejlesztésével, hazai bevezetésével a gyakorlatba, úgyhogy azt hiszem nem leptelek meg, de nagyjából az ökogazdálkodás hazai kutatásával foglalkozik. Még azt hadd kérdezzem meg, hogy ugye említett, hogy ez munkaigényesebb, többet kell foglalkozni az ilyen művelési módszerrel, mint a hagyományossal, hogy ennek ellenére mondjuk a mostanában népszerű vagy egyre fejlődő precíziós gazdálkodásba beilleszthető-e ennek a módszertana?
Abszolút, hát például a gyomszabályozásban, nyomisztásban a mechanikai módszerek közül ez a precíziós gépesítés nagyon nagy előnyt jelent, és ökogazdálkodásban szinte nélkülözhetetlen. Ugye egyébként a precíziós gépek általában ugyanabban a sablonban működnek, mint a konvencionális gazdálkodás, tehát vegyszerkiiktatást csinálnak, csak pontosabban, mint régen. Nyilván ez a szemlélet ez nem egyezik, de amúgy például monitoringra, hogy valami probléma hamar kiderüljön, lehessen preventív beavatkozni. Drónok használata például ilyesmi. Igen, például mi is a kísérleteinkben használunk drónokat, hogy felvételezzük a mondjuk különböző búzafajtákat. Tehát ilyen szempontból abszolút nem zárja ki egymást, és ez jó is, hogy mondtad, mert nagyon fontos, hogy az ökogazdálkodás nem arról szól, hogy visszamegyünk a múltba 100 évet, és elfelejtünk minden innovációt, hanem éppen ellenkezőleg arra használjuk az újdonságokat, hogy fenntarthatóbban tudjunk termelni. Hát ez még végszónak is lassz. És nem arról szól, vannak ilyen egészen kemény... De Kántor Endre elmondja a végszót. Jó, akkor végszó. Ez volt a végszó. Igazad van. Dóra, nagyon szépen köszönjük. Szépen. Remélem beszélünk még. Köszönöm. További jó munkát. Biztos vagyok benne. Szia, szép napot. Köszönöm, sziasztok! Dr. Drexler Dórával, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet ügyvezetőjével beszélgettünk. A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon.